Szemközt velünk Karácsony Gergely, a Lehet más a politika kampányfőnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kérdezőtársak pedig Csuha Ildikó, Népszabadság és Szirmai Dávid Bors. Jó reggelt! Jó reggelt. Hát szóba hozzuk az ajánlószervények ügyét, ez kétségtelen. Más se hozunk szóba, mint az ajánlószervények ügyét. Úgy tudom, hogy viszonylag nagy vita volt még annak idején az LMP-n belül, hogy egyáltalán Budapesten érdemes-e elindulni. Érdemes-e a főpolgármesteri posztot megcélozni, érdemes fővárosi közgyűlést vagy kerületi polgármestereket megcélozni. Most annak fényében, hogy kevesebb, mint a szükségesnek a fele jött eddig össze a hírek szerint, hogy látja, érdemes volt? Mindenképpen érdemes volt. Bár kétségtelenül volt egy olyan ötlet, megmondom, tőlem származott, amikor megszavazták ezt az új választási rendszert, hogy bojkottáljuk a választást, mert akkor az elég egyértelmű figyelemfelhívása arra, hogy mi történt a parlamentben. Az egész választás? Nem volt népszerű ez a javaslatom a párton belül, úgyhogy mégiscsak elindultunk. Pontosan tudtuk azt, hogy nagyon keserves lesz, de azért azt is látni kell, hogy itt nagyon különböző frontokon vagyunk harcban. Tehát vannak olyan megyék, ahol kifejezetten jól állunk, tehát ahol már rég meg vagyunk, több város is áll, és megvan a megyei lista. Budapesten a legtöbb kerületben biztosan lesz LMP-s erőltek, nem is feltétlenül polgármester, de lesz kompenzációs lista, tehát az LMP be fog tudni jutni a budapesti kerületekbe is, és már megvan a közgyűlési listához szükséges ajánlásszám is. Bocsásson meg, de hogy tud ön kampányfőnökösködni, hogyha az eredeti elképzelése az volt, hogy bojkottálják ezt a választást? Nézd, ez egy ötlet volt, csak azért mondom, hogy a gondolkodásnak az egyik cél az volt, hogy egy ilyen nagyon provokatív gesztussal kommunikáljunk a választópolgárok felé. Hát ez a másik véglet, ez mondjuk, ez nagyjából azért júniusban volt, tehát ezért ez teljesen apolitikus, és valahol tudomásul kellene venni, hogy az LMP bekerült a parlamentbe, politikai párt lett, ez... Azért tudomásul vettük. Tehát azért ez nem lehet más a politika, hogy nem indulunk a választáson. De azért, most ha megnézzük például a főpolgármester választásnál, hogy milyen, mennyi idő alatt kell hány ajánlott cédulát gyűjteni, akkor ez egy világbotrány, és szerintem ezt a polgárok még nem tudják. Meg fogják tudni akkor, amikor majd elmennek szavazni, és meg fognak döbbenni, hogy milyen kevés név van a szavazólapon, és Magyarország egyébként az európai demokráciák ilyen gúny országává fog válni. Hát gondoljanak bele akkor, hogyha mondjuk teszem azt, van 3 vagy 4 jelölt, mondjuk a televízióból 3 vagy 4 lehetne, vagy benzinkút hálózatból, vagy bankból. Tehát olyan mesterségesen van korlátozva a politikai piac, ami mellett semmi más ér nem szól, csak a Fidesz politikai. De maradhatnánk az LMP-nél? Persze, maradjunk. Tehát ez az általános sikerülés, meg valóban önök sérelmezhetik ezt a választási szisztémát, de mégiscsak egy főpolgármester jelölt az ászlós hajója Budapesten egy választásnak. Tehát, hogy kerületekben képviselő jelöltek megszerezték a szükséges számú ajánlószelvényt és jelöltek lesznek, vagy bekerülnek a közgyűlésbe. Ha Jávor Benedeknek ez nem sikerül, az egy kudarc. Ez egy kudarc, kétségtelen, és egyáltalán nem dőlt még el a mérkőzés. 14 ezer van most. Az elmúlt 3 napban megháromszorozódott a Jávor Benedek ajánlószelvénynek a száma, hogyha az elkövetkező 3 napban is, vagy megduplázódott, bocsánat, tehát most 16 ezernél tartunk. Hogyha ez még egyszer megduplázódna, akkor már bent lennénk. Hát és akkor bocsánat, lenne meg a szükséges akkor lenne meg, igen, igen. Tehát még van ugye kettszer, a csütörtök, mondjuk péntek délelőtt. És azt mondják, hogy éjszaka is, tehát 24 órában gyűjtünk. Gyűjtünk a Deák téren és a Moszkva téren. De nem kopogtatnak, nem csöngetnek fel senkit. Kopogtatni már nem nagyon kopogtatunk, mert nem az igazából hatékony. Úgy tűnik, hogy főleg Budapesten, meg főleg a mi szavazóink azt szívesebben megteszik, hogy eljönnek és leadják nekünk, mint az, hogy otthon várjanak minket. És tényleg van olyan ember, aki mondjuk hajnali 3 órakor a zsebébe egy kopogtató cédulával sétál a Deák téri aluljáróba? Hát olyan Deák téri aluljáróban nem vagyunk, mert akkor már bezárják, nem vagyunk a téren. De volt ilyen. Hát ott van a gödör, nagyon sok fiatal, mi szimpatizánsunk egy része rendszeres oda jár. Kopogtató cédulával vannak be? Igen, igen. Nem állítom, hogy akkor van a leghatékonyabb időszak. Nyilván ez a virrasztás, ez egy figyelemfelhívási gesztus volt elsősorban. Önök az elmúlt időszakban, legalábbis az elmúlt pár napban, amikor kiderült, hogy önök nagyon nagy bajban vannak, az önök jelöltje Jávor Benedek nagy bajban van, akkor azt mondták, hogy hát egyébként is a szavazó cédula gyűjtésnek van egy olyan jellemzője, hogy a végén robban majd a bomba. Miközben az eddigi összes választásnál minden egyes párt azt mondta, hogy ha az elején, az első harmadban nem sikerül összegyűjteni a jelentős részét, akkor be is zárhatják a boltot, mert a végén már nem tudnak duplázni vagy triplázni. Önök most mégis erre készülnek, felmerül a gyanú akkor, hogy ez természetes úton nehezen megy, ha eddig sem ment más pártoknak. A gyanú az mindig fölmerül, az egész ajánlószédóra rendszer az olyan szinten rossz, hogy nagyon könnyen bármilyen gyanúval meg lehet bárkit vádolni. Én azt tudom, azt tudom, hogy az országgyűlési választáson mi ezt tapasztaltuk. Tehát mi például Budapesten az ajánló céduláknak a
körülbelül 70%-át az utolsó két hétben kaptuk az állampolgároktól a kitelepüléseken. Tehát mi ugyanazt a technikát próbáljuk alkalmazni, mint az országgyűlési választáson. Lehet, hogy más pártoknál másképpen működött. Nekünk viszonylag kevés tapasztalatunk van, hiszen egy rövid életű párt, vagy fiatal párt. Eddig mi ezt tapasztaltuk, és tényleg ez történik, tehát most ezrével hozzák be a nagyobb gózpontokon az ajánlószervényeket. Bocsánat, egy elszólás volt, vagy egy tévedés nyilván az ön részéről, de ha nem sikerül, akkor rövid életű párt? Nem hiszem, hát azért lássuk be, hogy a főpolgármester választási küzdelem az olyan nagyon sok izgalmat akkor se tartogatna, hogyha 16 jelölt lenne, sőt akkor lenne a legkevésbé. Na jó, de hát önök azt mondják, hogy világos. Ki kell egyensúlyoznia, vagy korrigálni kell a Fidesz fölényét, ez úgy nem megy, ha nincsenek ott. Hát de ott leszünk, az igazi tét az, hogy a fővárosi közgyűlésben, ha már Budapestről beszélünk, de beszéltünk már azért más városokról is, hogy a fővárosi közgyűlésben lesz a Fidesznek többsége. Ez a fő kérdés szerintem. Az, hogy Tarlós István ezt a meccset tulajdonképpen már megnyerte, azért ezt olyan. Tehát nagyon sok jelölt nem behegyegette az ő győzelmét, Jávor Benedek sem tartozott azok közé, aki mondjuk nagy valószínűséggel meg tudta volna verni. Jó, tehát igazi István. Cél ezek szerint a közgyűlés. De ezt eddig is ezt mondtuk, tehát ez nem a B-terv, ez az A-terv. Előbb említette a gyanút az ajánlószelvénygyűjtések kapcsán, a Jobbik feljelentést tett önök ellen egy mezőszilasi eset ügyében, ahol úgy tűnt egy hangfelvétel alapján, minthogyha az önök jelöltje pénzért kitöltetlen szavazó vagy ajánlószelvényeket szeretett volna vásároltatni. És erre először, mintha elismerték volna, hogy igen, valami történt, etikai vizsgálatot kezdeményeznek, egy következő közleményükben pedig már azt mondták, hogy hát nem is úgy volt, meg csak fekete munka. Valóban lehet más a politika? Hát lehet más a politika, ez nem kérdés. Azok a szavazók, akik az a közel 400 ezer ember, aki ránk szavazott, az is hitetete mellett. Én azt gondolom, hogy ez az ügy, ez egy kabátlopási eset. Ez a jelölt, aki egyébként, mint kiderült, nem is jelölt, tulajdonképpen egy LMP szervező, ő feladott egy hirdetést, hogy embereket keres munkára, és egy olyan telefonbeszélgetésbe bonyolódott, amivel nem lehetett egyértelműen kizárni, hogy tulajdonképpen mi volt az ő szándéka. Az eredeti szándéka, meg a beszélgetés eredeti menete az arról szólt, hogy ő teljesítménybérben fizet ajánló cédula gyűjtőknek. Most én elhiszem, hogy ebben a beszélgetésben sok mindenki beleláthat mást, főleg a jobbikosok, akik éppen tegnap az egyik 16. kerületi jelöltünknek a standját rúgdosták szét, hát ők is nyilván elég frusztráltak az ajánló cédula gyűjtés során. Mi is vizsgálatot indítottunk, a párt etikai bizottsága vizsgálja ezt az ügyet, hogy történt-e bármilyen jogszerűtlen dolog ebben a folyamatban. Szerintem ez a beszélgetés nem bizonyít semmit. De bocsássa meg, nem gondolja. Tehát a jobbik álláspontját semmiképpen. Nem gondolja azt, hogy önök is tulajdonképpen ezt a ködöt sűrítik akkor, amikor nem mondják meg, hogy ki ez az ember. Egymásnak ellentmondó nyilatkozatok látnak napvirágot az LMP sajtóosztályáról, illetve az Origónak név nélkül nyilatkozó személy, telefonáló személytől. Önök titkolóznak, azt mondják, hogy nem mondják meg, ki ez az ember, meg majd a vizsgálat majd lezárul, akkor lesz eredménye. Ködösítenek. De ne arra, miközben... amíg a vizsgálat nem megy végig, addig nincsen eredménye. Azért vizsgálódunk, mert nem tudjuk, hogy mi történt. De a telefonbeszélgetésben egyértelmű mondatok szerepelnek. Tehát akkor, amikor mondjuk arról van szó, hogy fekete munka esélye merül fel, akkor azt mondja az illető, rugalmas vagyok. Na erre, én arra lehet, mondtam azt, hogy szerint, hogy szerintem ez egy nagyon rossz mondat volt. De mit kell ezen vizsgálni? Az a kérdés, hogy valóban történt-e olyan dolog, amivel a Jobbik minket vádol. Ezt nem tudjuk. Én biztos vagyok benne, hogyha ez ilyen történt, akkor ezt a tagunkat azonnal ki fogjuk zárni a pártból. Függetlenül attól egyébként, hogy ennek a igazságszolgáltatási vonala hogyan fog zajlani. Egyébként volt már ilyen ügyünk, az LMP eddig egyetlen egy ilyen botrányunk volt az országgyűlési kampányban, egy kispesti jelöltünkkel kapcsolatosan merült föl probléma, azonnal kizártuk a pártból. Ezt is, mert most is meg fogjuk tenni, hogyha idáig eljutunk, de hát még egyszer mondom, ez nem egy rögtönítőlő bíróság, hát meg kell néznünk, hogy mi történt. Addig én azt vélelmezem, hogy ő nem követett el semmi pont olyan dolgot, ami... Pont abban az időszakban, amikor egyébként a kopogtató cédulákat kéne ezrével besöpörniük, pont akkor van ez a botrány. Uh-huh. Nézzel, vannak olyan pártok, ahol a főnök kimondja, hogy off, és akkor ki van rúgva az ember a pártból, az LMP nem ilyen párt, én erre büszke vagyok. Beszéljünk egy picit a fővárosi programjukról, néhány passzusáról. Ötös metrót vizionálnak. Nem gondolja-e, hogy ha ma egy budapesti polgárnak, embernek, választópolgárnak azt mondják, hogy metró, akkor hanyathomlok menekül önöktől. A metróról egyik csak rossz tapasztalatunk volt. Hát majd remélem, hogy lesz jó, és azért csak előbb-utóbb befejezik ezt a 4-es metrót. Egyébként az 5-ös metró ötlet egy nagyon régi ötlet.
és szakmai körökben nagyon sokan érvelnek mellette. Ez ugye praktikusan egy észak-déli összekötése lenne, mondjuk nagyon leegyszerűsítve a Szentendrei meg a Soroksári hívnak az összekötése. Ez a programon is úgy szerepel, mint egy nagyon hosszú távú elképzelés, tehát nem arról van szó, hogy holnaptól kezdve szeretnénk alagutat fúrni, hanem arról. De a következő 4 évben valószínűleg. Szerintem még akkor sem. Hát ez csak egy távlati elképzelés arra, hogy hogyan, milyen irányba lehetne tovább fejleszteni tömegközlekedést. Az közelebbi elképzelése, hogy a főváros és a kerületek viszonyát törvénymódosítással szeretnék rendezni, egyáltalán hogyan képzelnék el a fővárosi kerületeket? Ugye sokszor felmerül az, hogy kevesebb kerület legyen, másképpen legyenek a kerületek, másképp legyen a kerületelosztás. Egyáltalán ez ügyben mit gondolnak? Mert ez azért már valószínűleg a következő ciklusba beleférne. Beleférne. Ugye itt mi leginkább javaslatot tehetünk, hiszen ez egy kétharmados törvény, hogy a Fidesz nyilván meg akarja várni az önkormányzati választás eredményét, hogy aztán úgy rendezze ezt a kérdést, hogy megint az ő érdekeinek szerint alakuljanak a dolgok. A lényeg az, hogy mi megőriznénk a kerületeket és a fővárost, egy kicsit újra osztanánk a feladatköröket. Vannak olyan részek, ahol a kerületek több feladatot kapnának, valahol kevesebbet. Ez egy árnyalt rendezés lenne a jelenlegi feladatmegosztásnak. Az nagyon fontos, hogy az, ahogy most működik Budapest, azért az kódolja azt, hogy nem tud jól működni. Tehát az, hogy az elmúlt időszakban Budapest nem hozta ki magából a legtöbbet, az nem csak azért van, mert nem jó politikusok irányították, bár ez az egyik fő összetevője szerintem, hanem azért, mert egy olyan önkormányzati rendszerünk van Budapest illetően, ami sajnos fogva tartja a kerületeket is a főváros. Az MP szerint ön egyébként úgy nyilatkozott, idézem, a pártot többször megkeresték, hogy eladnának nekik ajánlószelvényeket, de azokért több ezer forintot kértek volna. Kik keresték meg önöket? Hát nézze, ezek nagyon zűrös ügyek. Az egyébként tegnap is megkerestek ezzel kapcsolatosan. De tettek feljelentést, vagy tesznek feljelentést? Sajnos nem vagyok annyira dörzsölt, hogy minden telefonbeszélgetésemet fölvegyem, vagy minden személyes beszélgetést szintén fölvegyek. Tényleg most már lassan ideje lenne. Egy ismeretlen ember felhívja, és azt mondja, hogy van 100 kopogtató cédula kell. Hát nem százassával, ezek nagyobb tételek. De tudja, hogy ki az, aki telefonál önnek? Tudom. És miért nem mondja meg? Azért, mert nem tudom bizonyítani, és ha most bemondanám, akkor engem vádolna meg rágalmazással. De ha belemenne az üzletbe színleg, akkor már tudná bizonyítani? Hát és akkor lehet, hogy ő venné fel az én beszélgetésemet, és akkor azt derülné, hogy az LMP veszi az ajánló cédulákat. Én nem szeretnék ebbe belemenni, viszont még elemzőként, itt a László Robertet hallgattuk az előbb, akivel még kutatókorunkban közösen írtunk mindenféle szakmai anyagokat arról, hogy az ajánlószédő rendszer az mennyire egy bornyét és nagyon rosszul működő rendszer, amiben folyamatosan ilyen botrányok lesznek. Egyébként az MTV-nek volt is egy leleplező riportja még a szólásszabadságában, amit én hoztam össze még 2008 vagy 2009-ben ezekkel az információkkal. Én pontosan ismerem ezt a piacot, nem politikusként, elemzőként. Semmilyen konkrét ügyben bizonyítékom nincsen, de tényleg, főleg az országgyűlési kampánynál ott konkrétan olyan még zsarolás is volt, hogyha nem fizetünk 20 millió forintot, akkor egy másik pártnak viszik át azt a taliskányi ajánlószelvényt. Nem fizettünk érte, nem tudom, hol landoltak ezek az ajánló célok. Képviselő úr, köszönjük, hogy itt állt velünk szemben. Köszönöm. Híradó következik.